Én azt mondom, elérkezett a Minecraft ideje. Elképesztő újítások várhatók hamarosan, melyek szinte teljesen meg fogják változtatni az egész játékot. Most azokról a fejleményekről lesz szó, melyekről mindenképp tudnod kell, ha rendszeresen játszol a Minecrafttal. Nézd végig a videót, hogy semmiről sem maradj le, majd csapasd le a véleményed kommentbe. Na kezdjünk is bele! Mindenek előtt érdemes pár szót ejtenünk arról, hogyan is jutottunk el ide. Mivel, mint tapasztaljuk, éppen a Minecraft Magyarországon is a valaha volt legnagyobb fénykorát élte át a nyáron. Ez a suli kezdetével sajnos megcsappant, de a hatalmas felkapottságnak köszönhetően a Microsoft olyan szinten kezdte el fejleszteni a játékot, hogy az valami hihetetlen. Ennek eredményeként számíthatunk egészen pontosan 3 darab új játékra, melyek mind a Minecrafton alapszanak. Róluk majd bővebben később, most maradjunk a szintiszta Minecraftnál. Nagy valószínűséggel te is láthattad, hogy közeleg az 1.15-ös verzió, és ennek első snapshotjában a méhek érkeztek a játékba. Ez eddig nem mondható akkora újításnak, persze cukik meg minden, de azért ennél többre vágyunk természetesen. És most érünk el a jelenbe, ugyanis a legfrissebb információkat a Minecraft legnagyobb eseményén, az előző hétvégén közvetített Minecon-on mutatták be. Szaladjunk is végig az összes újításon, melyekre a közeljövőben egészen biztosan számíthatunk. Először is röviden a méhekről. Ezek a kissé túlméretezett élőlények a kaptáraikban, illetve a kaptáraik közelében élnek, és virágport gyűjtenek, amivel képesek beporozni a veteményest, ami ennek következtében jóval gyorsabban nőhet majd meg. Ezen kívül az általuk készített mézet ki tudod nyerni egy palackba, de ha ezt úgy teszed meg, hogy nem nyújtatod le őket előbb egy távortűz füstjével, akkor mérgesek lesznek és elkezdenek sebezni. Ugyanez igaz akkor is, ha megütöd őket, vagy ha kiütöd a kaptárukat. És, hogy mire is jó a méz, tiszta Minecraft logika fog következni, mézblokk készítésére. Ez több dologban is emlékeztet a slime blokkhoz, ugyanis rendkívül ragadós, annyira, hogy lefelé még csúszni is lehet rajta. Illetve egy dugattyú képes lesz számításaim szerint egyszerre 12-t is eltolni belőlük, a nyálkablokkhoz hasonlóan. No de, rátérve a legújabb újdonságokra, kezdjük a céltáblával. Erről egyelőre csak a most látható felvételből tudhatunk meg mindent, mivel ez még csak egy terv. A videón az látható, hogy a blokk valóban céltáblaként fog üzemelni, ugyanis minél jobban a közepébe találsz egy nyilat, annál nagyobb reszúnyelet fog kiadni. Ez nagyon hasznos lehet majd gyakorlásnak, vagy esetleg kalandpályákba. Viszont ez még mind semmi ahhoz képest, amit meglepően terveznek változtatni. Ez nem egy item, nem egy blokk. Nem egy bajom, hanem egy egész világ, maga a Nether világa. Senki sem számított rá, de tényleg ezt tervezik igazán komolyan változtatni. Ugyanis bemutattak nekünk 2 teljesen új, eddig nem létező bajomot, melyek az alvilágba fognak kerülni. Az első közülük nem más, mint a lélekhomok völgye. Egy brutálisan sivár, porig lepusztult terület, ahol már csak az egykori lények csontvázai maradtak fenn. Jól láthatók a kékszínű tüzek, amik nagyon furának látszanak a Netherben, de hidd el, ez még csak a kezdet. Viszont álljunk meg egy pillanatra. Ezek a lángok a lélekhomokon hogyan éghetnek örökké? A bemutató videón az látszik, hogy nem alszanak ki, tehát szerintem vagy egy teljesen újfajta tűzről beszélünk, vagy pedig ez a bajom sajátossága a játékban. Felettébb érdekes azok a csekkövekhez hasonló oszlopokkal együtt, amelyek mintha megtartanák az egész világ tetejét. Viszont, mint mondtam, 2 bajomot terveznek behozni a Netherbe. Ezért a második nem más, mint az alvilági Bibircsók erdő. Szintén egy pokoli hely, ahol egészen sok különlegességet fedezhetünk fel. Először is ezeket a nagyon furcsa bibircsók fákat, aztán a földön lévő bibircsók füvet, valamint 2 színű alvilági gombát. Mit nem mondjak, nagyon érdekes hely lesz ez, főleg ezért. Ugyanis a másik változata az erdőnek mondhatni kék színű. Itt is látható a bibircsókfák sűrűje, illetve egy újfajta talaj, ami teljesen hasonlít a normál világban lévő fűblokkhoz. Csak ez itt ilyen bibírfűblokk. És az ott micsoda? Megkeményedett láva? Vagy esetleg egy bibircsók termés? Szerintem az utóbbi. Tényleg nagyon fura, de mint látható, ezeknek a fáknak fényt kiadó termésük lesz. Viszont itt még nem állunk meg, mivel 2 új szörny is várható ezekre a terepekre. Az első nem más, mint a vérszomjas Piglin Beast, vagyis a Piglin vadállat. Ennek a neve, mint gondolhatjuk, a P-menéből származik, és jobban nem is lehetne magyarra fordítani. De vele kapcsolatban a lényeg csak annyi, hogy a bibircsók erdőkben ezek a kegyetlen vadállatok óriási veszélyt jelenthetnek majd rád. Támadásuk leginkább a rombolóhoz hasonlít, mivel egészen távolról képesek sebezni. A szerencse talán annyi, hogy ezek nem tudnak olyan gyorsan haladni. Viszont van egy nagyon, de nagyon fontos dolog, amit velük kapcsolatban meg kell említeni. A történelemben először ők a legelső ételforrások a Netherben. Az eddig látott felvételekből valamiféle húst fognak dobni, és akár még
szaporíthatjuk is őket a jövőben, de ezeket még nem tudjuk pontosan. Ellenben át is térünk a következő új mobra, ami a sima Piglin. Nos, Jeb nagyon furán fogalmazott, mivel azt mondta, hogy amit eddig Pigmennek hívtunk, az mostantól Piglin lesz. Tehát elméletileg erre a mobra lesznek lecserélve az eddigi Pigmenek, ami egy nagyon nagy változás lehet. Róluk szót ejtve, láthatóan aranykaldal fognak sétálni ezek a szinte teljesen ember alakú szörnyek, amiknek elég méretes füleik vannak. Az is kiderül, hogy megtámadják a fekete csontvázakat és a Piglin bízteket is, illetve harc közben még számszeríjat is használnak. Ameddig aranyszedben vagy, addig békén hagynak, de ha a közelükben kinyitsz egy ládát, akkor azonnal rád támadnak, ugyanis ezzel tudják, hogy ki akarod őket rabolni. Ez a mob nagyon félti a legfőbb kincsét, egyértelműen az aranyat. A fejlesztők egy újfajta kereskedési rendszerről is beszéltek külön ezekkel a szörnyekkel, ami teljesen eltér majd a falusiakkal való cserélgetéstől, mivel mégis a szörnyekkel fogsz üzletelni, természetesen arannyal. És amit még tudunk, hogy várhatóan bástáknak nevezett erődőkben találhatjuk meg majd őket, ami szerintem teljesen másfajta lesz, mint a ma látható alvilági erődítmény. Sőt, én úgy gondolom, hogy még ezt is újra fogják gondolni. Az utolsó konkrétan Minecraftról szóló téma pedig egy szavazás volt a Minecon eseménye során, amikor is Twitteren bárki szavazhatott arra, hogy következőnek melyik bajom legyen felújítva. A közösség többsége pedig a hegyek bajomjára szavazott, tehát eddigi tudomásunk szerint oda várható még komolyabb fejlesztés. Ennek keretein belül bekerül majd a kecske a játékba, illetve sokkal szett hegyi látképeket ígérnek a fejlesztők, gyönyörű, hóval fedett csúcsokkal. És itt hangzott egy Jebnek ez a csodálatos mém mondata. Snow is snowier. A hó havasabb lesz, mint ezelőtt. Tehát szerintem újra gondolják majd ezt a fehér blokkot. És egyelőre ennyit a Minecraftról, de mégis folytatjuk a Minecrafttal. Hogyan is lehet ez? A Microsoft 3, azaz 3 teljesen új játékot tervez kiadni a jövőben, melyek a Minecraft Earth, a Minecraft Dungeons és a Minecraft Builders and Biomes. Az utolsót tisztázzuk is, ez egy társasjáték lesz 12.000 forintért, szóval egyelőre nem is érdekel minket. Viszont a másik kettő már brutális lesz, ugyanis például a Minecraft Earth a valóságba fogja emelni a Minecraftot. Mivel ez a telefonos játék egy AR alkalmazás lesz, ami annyit akar, hogy a te mozgásoddal és forgásoddal együtt úgy tudsz játszani, mintha benne lennél a Minecraftban. Páran kipróbálhatták már a beta változatát, de a nagy nyilvánosság számára még nem tölthető le a telefonokra, viszont jó hír, hogy amikor majd megérkezik, ingyenes lesz az eredeti verziója. Tehát magyarul egyáltalán nem fog pénzbe kerülni, nem úgy, mint a sima Minecraft. Ráadásul sokkal jobb élményt fog jutani a tervek szerint, mint a pár évvel ezelőtti Pokémon nevű telefonos őrültség. Na de, itt van még a másik tervezett játék, ami a Minecraft Dungeons. Ezt első ránézésre egy konzolos játéknak ítélném meg, de lehet vele majd játszani PC-n is, illetve a barátaiddal együtt, maximum 4-en. Sőt, még arra is lesz lehetőség, hogy egyszerre több platformról csatlakozhatok bele a játékba, például egyikötök gépről, másikotok Xboxról. Ennek sajnos már ára is lesz, az alapjáték 6000 forintba fog kerülni, egy speciális, hős elnevezésű kiadása pedig 9000 forintba. Ha valóban jó és élvezhető lesz ez a szörnymegölős, kincskeresős, kihívásokkal teli játék, akkor az alapárát szerintem megéri majd. Na szóval, a videóban elmondott közel összes dolog várhatóan fél éven belül fog megérkezni, de a jövő nyára szerintem már biztosan. Számomra fontos, hogy mindenképp írj le kommentben, hogy neked mi a véleményed a tervezett Netherről, illetve a két új Minecraft játékról, mivel rendkívül kíváncsi vagyok a gondolataidra. Ha pedig tetszett a videó, akkor most dobj egy lájkot, mivel én elkapom, illetve ne felejtsd el megfejelni a feliratkozás gombot. Köszönöm szépen a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!